Arató Gergely képviselő úr, a Demokratikus Koalíció. Ránk lehet számítani, Szimmel, önné a szó. Ház, mint már az előző válaszomban is ezt jeleztem, ez most valóban nem az az időszak, amikor az éles belpolitikai csatározásoknak, küzdelmeknek van helye, hanem éppen egy olyan kihívással nézünk szembe, ahol minden erőre, így minden politikai erőnek az együttműködésére is szükség lesz. Éppen ezért szeretném jelezni, hogy nem belpolitizálás, nem sunyiság, nem pánikkeltés, csak hogy az önök által az elmúlt időszakban mondott jelzőket mondjam, az, hogyha egy ellenzéki párt ilyen helyzetben arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet a problémákra és javaslatokat tegyen. Ez a dolgunk, hiszen a kormány kapott meg minden lehetőséget és minden felhatalmazást ahhoz, hogy kezelje a helyzetet és kezelje a járványt, az ellenzék pedig azt tudja tenni, hogy ott segítsen, ott tegye javaslatokat, és ott hívja fel a figyelmet a megoldandó problémákra, ahol erre lehetősége van. Említettem már, a Demokratikus Koalíció az elmúlt hetekben 38 javaslatot tett, ebből korábban azt mondtam, hogy fél tucatot fogadtak meg, hogyha most a maiakat is beleszámolom, akkor már jóval többet, de még mindig van egy sor olyan javaslatunk, amelyikre várjuk azt, hogy a kormány érdemben válaszoljon, hogy érdemben elbírálja ezeket, és főleg, hogy bevezesse őket, vagy találjon ki jobbat, akárha képes. De persze az, hogy tisztában vagyunk a felelősségünkkel, az nem jelenti azt, hogy vakok, süketek és némák vagyunk azzal kapcsolatban, ami az országban történik. Nem jelenti azt, hogy becsukjuk a szemünket, amikor a kormány védőfelszerelés, maszk és kesztyű nélkül küldi az orvosokat és ápolókat, az egészségügyi dolgozókat a koronavírus elleni harcba. Nem jelenti azt, hogy befogjuk a fülünket, amikor azt halljuk, hogy a kormány potenciális koronavírus fertőzötteket, sőt, kontaktszemélyeket sem hajlandó tesztelni. Nem jelenti azt, hogy befújjuk a szánkat, amikor azt látjuk, hogy hetek óta nem sikerül megoldani, hogy az embereknek legyen maszkja, legyen védőfelszerelés, legyen kézfertőtlenítője. Azt mondta a miniszterelnök úr, hogy az önkormányzatok gondoskodjanak arról, hogy az idős emberek ellátása megoldott legyen. Hozzáteszem, ugyanilyen fontos az is, hogy azoknak a gyerekeknek az ellátása megoldott legyen, akik eddig az iskolai étkezés során kaptak csak melegételt. De hát ehhez az kell, hogy legyen az önkormányzati dolgozóknak, vagy azoknak az önkénteseknek, akik részt vesznek ebben a munkában, szerintem nagyon sokan lennének ilyenek, védőfelszerelése, mert egyébként ők maguk jelentenek fertőzésveszélyt. És azt értjük, hogy a kormány néha bemondja azt, hogy milyen nagyszámú maszk áll rendelkezésre, csak sajnos ebből nem jut el az emberekhez szinte semmi. Az a helyzet, hogy az persze rendben van, hogy a kormány számít ránk arra, hogy támogatjuk az intézkedéseit, de mi felelősséggel tartozunk az orvosoknak, az ápolóknak, a kórházi dolgozóknak, a rendőröknek és katonáknak is, akiknek mi is köszönjük a munkáját, és hálásak vagyunk azért, amit tesznek. De éppen ezért az is a dolgunk, hogy fölhívjuk a figyelmet a védelmükre. Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy több támogatásra, több segítségre van szükségük. Hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ők jelentik az első védvonalat a vírus elleni küzdelemben, és ezért az ő védelmük fontos. És ez nem csak azt jelenti, hogy védőfelszerelésük legyen, azt is, hanem azt is, hogy a kormány vegye végre komolyan a szervezeteiket, ne csak most legyenek fontosak az egészségügyi dolgozók vagy a rendőrök, hanem az érdekegyeztetésben vagy éppen a bértárgyalásokon is. És az is világos, hogy a járványt nem fogják egyedül a kórházak megállítani. Szükség van arra, hogy csökkentsük a társadalmi érintkezések számát, ezt szolgálja az iskola bezárás, ezt szolgálják a ma bejelentett intézkedések is. Ugyanakkor az kevés, ha a kormány ilyenkor azt mondja, hogy na és akkor a családok oldják meg a gyerekeik felügyeletét. Ezt akkor tudják megtenni, és akkor nem a nagymamát kell igénybe venniük, vagy a nagyszülőket, hogyha biztosított a megélhetésük. Ha segítünk nekik abban, hogy nem veszítik el a munkájukat. Ha segítünk nekik abban, hogy otthon maradhassanak nyugodtan. Ez a kormánynak garantálnia kell azt, hogy ne lehessen senkit kirúgni azért, mert a gyerekére vigyáz, és garantálnia kell azt, hogy ezek az emberek is megkapják a teljes jövedelmüket. Erre is tettünk javaslatokat. Azt várjuk, hogy ezeket támogassák itt a parlamentben is majd, és támogassa majd a kormány is. Tisztelt ház! Ahogy szükség lesz a kórházainkra, egészségügyi dolgozóinkra, szükség lesz az emberek fegyelmezett viselkedésére, szükség lesz arra is, hogy mindannyian betartsuk ezeket a szabályokat. Ezért a Demokratikus Koalíciós azt kéri mindenkitől, hogy tartson be minden járványvédelmi előírást, minden tanácsot,
Mert ezen múlik a legtöbb. Az emberek tehetik a legtöbbet. Nem csak saját egészségünk múlik ezen, hanem szeretteink és honfitársaink egészsége is. Tegye tehát a kormány a dolgát, és mindannyian tegyünk meg mindent azért, hogy ezt a járványt vissza lehessen szorítani.